június közepi mélypontot követően augusztus első napjaira közel 25 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, ami egyértelműen jelzi, hogy kedvező fordulat megy végbe a munkaerőpiacon, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Bodó Sándor közölte, a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseinek köszönhetően ezzel már hetedik hete csökken a munkanélkül lévők száma. A veszélyhelyzet miatt elsőként és leginkább nehéz helyzetbe jutott ágazatok közül a kereskedelemben, a turizmus vendéglátásban és a feldolgozó iparban is a többszörösére emelkedett a bejelentett új álláshelyek száma. Bodó Sándor hozzátette, a gyors és célzott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően érdemben sikerült csökkenteni az álláskeresők számát. A gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései a 2010 utáni időszak eredményeire építve nagy mértékben segítik a magyar gazdaság kilábalását a koronavírus okozta válságból, tudatta az államtitkár. És velem szemben itt van már Komjáti Imre, az MSZP alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, nézzük nek is! 25 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon. Az ellenzék hogy számol? Valahogy mindig máshogy számol, mert más számokat szoktak mondani. Bár csak úgy lenne, hogy az a 25 ezer ember, akiről azt mondja Bódó államtitkár, hogy ennyivel csökkent a munkanélküliek száma, ez azt jelenteni, hogy ennyivel többen dolgoznak. De ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ennek a számnak a jelentős része olyan emberek vannak mögötte, akik a regisztráció alól kikerültek. Tehát az a járványhelyzet kezdete óta már túl vagyunk azon a 3 hónapon, ami az álláskeresési járadék ideje, és gyakorlatilag emberek kikerültek ebből a regisztrációból, ezért csökken ez a szám. Ő is ezt mondja egyébként, hogy regisztrált álláskeresők száma, de az, hogy hetedik hete csökken a munkanélkül lévők száma, ezt is mondja, akkor azért az valamiféle tendencia. Így van, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján látható az a szám, ami a regisztrált munkanélküliek száma. Az értelemszerűen csökken, ha kikerülnek a regisztráció alól. De ez nem azt jelenti, hogy munkát is találnak. De a KSH adatai egyébként meg azt mutatják, hogy sajnos nem csökken ez a szám, már tényleg azok, akik munkanélküliek effektíve, annak örülünk, hogy minden bizonnyal többen visszamentek dolgozni, mert ugye azért kinyitottak az éttermek, a strandok és a többi, de sajnos a versenyszférából nem ezeket a híreket kapjuk. A szakszervezetek részéről még mindig olyan hírek jönnek, hogy elbocsátások vannak, még mindig leépítések vannak, és sajnos arról is beszélni kell, hogy például az 5 fő alatti foglalkoztatottak nem jelennek meg a statisztikákban. De azok soha nem jelennek meg egyébként, nem csak most. De egyébként az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatási adatok és bizakodásra adnak okot. A júniusi mutatók májushoz képest már 58 ezres létszám növekedést jelentenek. Akkor ezt is egy picit magyarázza meg, mert hogyha nő, tehát itt most van 2 szám, tehát 25 ezerrel csökken a regisztrált álláskeresők száma, és a foglalkoztatottság 58 ezerrel nő május óta, akkor mégiscsak nő. Igen, nagyon örülnénk neki, hogyha hihetnénk azoknak a számoknak, amiket a kormány részéről kapunk, csak elbizonytalanít minket az, hogy a járványhelyzet eleje óta különböző számok röpködnek. Egyik nap Orbán Viktor mond egy 163 ezer fős számot, másik nap egy államtitkár megint más mond, és közben kiderül, hogy a szakszervezeteknek a kezébe jut az államtitkárságtól egy papír, ami már március közepén 300 ezeres munkanélküliség volt, tehát tényleg nincs ember ma Magyarországon, aki pontos számot tudna mondani. Csak becsülni tudjuk, hogy becsülni, mi lehet a helyzet. Becsülni, mit becsülnek? Hány emberen nem segítettek az MSZP szerint, mondjuk akkor azt nézzük meg, akik nincsenek benne a rendszerben, vagy már kikerültek az álláskeresők A között. Mi információink szerint, amelyek egyrészt szakszervezeti források, másrészt pedig olyan gazdasági szaklapok és elemzők információi, akik azért komoly és szakmai munkát végeznek, nagyjából ez egy ilyen 260 ezer fős szám lehet, akik elvesztették a munkahelyüket. De ugyanezt a számot mondja, bocsánat, igen. Egyébként a kormány, hogy 260 ezer munkahely megőrzését tették lehetővé, vagy segítették elő a gazdaságvédelmi akciótervvel. Abszolút nem ezek a hírek jönnek, és sajnos azt kell még mondanom, hogy a cégek részéről olyan hírek jönnek, hogy még mindig nagyon nehéz a bértámogatásra
erre a segítségre beregisztrálni és segítséget kapni. Vannak, akik már ezt elkezdték április közepén, és még mindig nem jutottak oda, hogy az emberek pénzhez jussanak. Azt mondta az államtitkár úr, hogy gyors volt a reagálás és megfelelő. Nem volt gyors és nem megfelelő. A Magyar Szocialista Párt első pillanattól kezdve azt kérte, hogy a teljes kieső munkabérre járjon a 80%-os bértámogatás. Ehhez képest a 30%, 70%-a jár. No, ez már múlt, menjünk tovább. Tudom, mert itt is elmondta, meg most is elmondta az előbb, hogy sokat egyeztet a szakszervezetekkel, vagy kapcsolatban állnak velük. Vasárnap Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakció vezető helyettese tartott egy sajtótájékoztatót, és elmondta ott, hogy 2000 fős elbocsátásra készül az Audi. Itt volt két napra rá Varjú László, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Én megkérdeztem tőle, hogy honnan van ez az információja, mert az Audi szakszervezete másnap kiadott egy közleményt Arató László sajtótájékoztató után, és azt mondták, hogy ez egész egyszerűen nem igaz, nem készül az Audi semmilyen elbocsátásra. Varjú László azt mondta, hogy nem készül, hanem ennyit már elbocsátottak. Mit tud a szakszervezetekről? A szakszervezet ezt cáfolta. Most lesz ott 2000 fős elbocsátás, vagy már volt, vagy mi a helyzet? Ön mit tud erről? Egy hónappal ezelőtt hozzánk is eljutottak olyan információk, amelyek szerint az Audi jelentős létszámleépítés lengetett be a kormány felé. Tehát magyarán mondva a 12 ezer fős létszámból több ezer fős létszámleépítést. Ez de, július eleje közepe? Igen, körülbelül. Mi nem szerettünk volna izomból neki menni az Audinak, mert egyébként is szerintem nem csak az Audi, hanem más piaci szereplők teszik a dolgukat, ők profitot szeretnének. A kormánynak meg az lenne a feladata, hogy megvédjék a munkavállalót az elbocsátástól, vagy ha már elbocsátották, akkor gondoskodjon arról, hogy meg tudjon élni. Ezért mi kérdéseket tettünk fel a minisztériumnak, az ITM-nek, ahonnan hát olyan válaszokat kaptunk, amit egyébként vártunk, hogy a baloldal nem segíti a járványhelyzet megoldását, és a többi, és a többi. Mi konkrét kérdéseket tettünk fel, milyen állami támogatásokat kapott az Audi, várható-e létszámleépítés, és a többi. Azt látjuk, hogy egy nagy sumákolás megy egyébként. Na, ezekről a kérdésekről mindjárt beszélünk. Egy picit vissza oda, hogy azt mondja, hogy voltak olyan információik, hogy júliusban ugye leépítést tervez az Audi. Honnan volt ez az információjuk? Csak mert ha a szakszervezet azt mondja, miért mondja a szakszervezet, hogy nincs ilyen? Miért tagadják le? Nem az a dolga a szakszervezetnek, hogy inkább előálljon ezzel és megelőzze a bajt? Vagy megvédje a munkavállalókat? Akkor mit csinál az a szakszervezet? A szakszervezet vannak információk, amiknek birtokában van, vannak információk, amiket előle is elhallgatnak egyébként. De ezt nem tudta ezt a szakszervezet? Nem, így van. Arról hallottak, hogy vannak ilyen tervek, de azt nem tudták egyébként teljesen biztosan, hogy ezek most csak arra szolgálnak, hogy ami egyébként valóban megtörtént, hogy Orbán Viktor odament és megígért az Audinak, hogy fog segíteni és támogatja őket. Egyet viszont tisztán kell látni, úgynevezett csepegtetett létszámlépítés az van az Audinál is, máshol is. Ez azt jelenti, hogy nem nagyobb tömegeket bocsájtanak el, hanem például határozott idejű szerződéseket nem újítják meg. És egyébként valószínű, hogy a DK azért, mondta is Varjú László. Igen, azért ugrott rá erre a témára, mert azt látták, hogy a 12 ezer fős létszámból 9 ezer főre kért állami támogatást az Audi, és valószínűleg ebből jött ki ez a szám, hogy hát akkor ott nagy létszámleépítés lesz. Nem erről van szó, arról van szó, hogy igen, fog létszámot csökkenteni nagy valószínűséggel az Audi, de úgy, hogy egyrészt nem újítja meg a szerződéseket, másrészt pedig hát első körben ezek a nagy cégek a kölcsönzött munkaerőtől szabadultak meg. Ugye megnézzük a híreket, akkor valami lehet egyébként az Audinál nyilvánvaló, mert a napokban György László, az ITM államtitkára arról posztolt, hogy az Audi és a kormány egyeztetett, tehát nem régiben egyeztetett, arról, hogy válhat még versenyképesebbé a cég, azért, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, és a meglévők még stabilabbá váljanak, a bérek tovább növekedjenek. Tehát itt volt a napokban egy egyeztetés a kormány és az Audi között. Ez azért megnyugtatja mondjuk önöket, mert akkor lehet, hogy mégsem lesz nagy létszámleépítés. Abból a szempontból megnyugtat, hogy mi nagyon szeretnénk, hogy munkahelyek jöjjenek létre, munkahelyek maradjanak meg. Nagyon örülünk neki, hogyha jönnek cégek Magyarországra és munkahelyeket teremtenek. Aminek nem örülünk, az az, hogy egyébként az adófizetők pénzéből hatalmas adókedvezményeket kapnak. És miért nem örülnek annak? Azt is elmondta György László ugyanebben a posztjában, hogy a győri Audi gyár a beszállító fejlesztési programjának köszönhetően évi 1,6 milliárd euró, az több mint 500 milliárd forint, hogyha jól számoltam,
Tehát ennyi, ilyen értékben rendel a hazai beszállítóktól. Tehát ez csak a hazai beszállítókra vonatkozik, akkor nem éri meg 500 milliárd forint? A mondat az úgy szól teljesen végig, hogy nem örülünk annak, hogy jelentős adókedvezményeket kapnak. Ezek után kiviszik az országból a jelentős profitot, és ezek után még sorba állnak újabb támogatásért. Mennyit tehát visznek ki, hogyha mondjuk 500 milliárd forintot hagynak itt hazai beszállítóknál, akkor mi lehet az, amit kivisznek? Az Audinál 900 milliárdos profitkiviterről beszélnek. Ezt a kérdést is feltettük az államtitkár úrnak, erre sem kaptunk választ. Ezért gondoltuk azt, hogy mivel nagyon konkrét kérdések voltak, és erre egyikre sem kaptunk konkrét választ, valami sumákolás van. Azt szeretnénk, hogy tisztán láthassanak az adófizetők, hogy mennyi kedvezményt kapnak ezek a cégek, és nem csak az Audiról van szó, mennyi profitot visznek ki az országból, és utána mennyi állami támogatást kapnak még a munkahelyek megőrzése érdekében. A Tesco is kap egyébként, illetve stratégiai partner, igen. Ott is belengedtek, illetve be is van jelentve egy létszámleépítés, ott egyeztettek a szakszervezetekkel, vagy mi a helyzet azzal? Természetesen én tegnap beszéltem a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökével, elmondta, hogy a Tesco-nál egy átszervezés folyik, gyakorlatilag arról szól a történet, hogy eddig voltak külön posztok, voltak a zöldséges, húsos és a többi, most egy olyan átszervezés folyik, hogy gyakorlatilag minden ember mindenhol bevethető legyen. Az ilyen átszervezések általában azzal is járnak együtt, hogy létszámleépítés lesz, a Tesco-nál is lesz, nagyjából egy 700 fős leépítés. A szakszervezet ebben az esetben annyit tehet, hogy figyeli, hogy ezek az átszervezések, ezek tisztességgel, normális keretek között zajlanak, nem nincsen semmiféle jogsérelem, és kéri a kormányt arra, hogy mivel stratégiai partner, így legyenek szívesek segíteni abban, hogy minél hamarabb az emberek munkát kapjanak. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Szijjártó Péter februárban együtt fotózkodott a Tesco vezetőivel, és nagy hangon bejelentett, a 800 fős munkahelyteremtés történt. Szeretnénk látni azt, hogy most Szijjártó Péter ott van a Tesco dolgozói mellett, és megígéri nekik azt, hogy minél hamarabb munkát kapnak, akiket elbocsátják. Lejárt az időn, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget.